Mintegy 90 milliárd forint uniós forrás a terület- és településfejlesztési operatív programon keresztül ekkora keretet koordinálhat a megyei önkormányzat. Mintegy 34 milliárd forint esetében már pozitív értékelő döntés született. Egy konferenciát is tartottunk itt, illetve a Magyar Államkincstárral közösen tartottunk a Megyeházán, ahol a kedvezményezettek már tájékoztatva lettek, szóban is a szerződéskötések gőzerővel folynak. Én remélem, hogy a projekt előkészítettség is olyan, hogy hamarosan beruházásoknak örülhetünk a megyében. A röviden csak topos projektekként emlegetett fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatosan Veres János is felszólalt. Az MSZP-s képviselő szerint a megye nem lehet büszke döntéshozatalára. És jellemezem azt, hogy a döntést olyan módon hozta meg a megyei közgyűlés, hogy a közgyűlés tagjai lényegében tájékozatlanok voltak a pályázatok tartalmát, minőségét illetően, hiszen a közgyűlés tagjainak nem volt lehetősége megismerni a pályázatok minősítését, a pályázatok tartalmát, sőt az sem, hogy az egyes pályázatok milyen környezetben kerülnek megvalósításra. Ezért azt gondolom, hogy ez egy rossz gyakorlat volt, egy helytelen gyakorlat, egy elfogadhatatlan gyakorlat, és nem szeretném, ha még egyszer ilyen módon kerülne sor a közgyűlésben döntéshozatalra. A szocialista politikus többek között a 49-es út fejlesztéséről is szólt, mint mondta Orbán Viktor miniszterelnök Szatmár Németi és Csengeri látogatásakor is beszélt arról, hogy a balesetveszélyes, nagy forgalom terhelésű utat fejleszt. Majd. Veres János azt kérte, a közeljövőben a közgyűlés is foglalkozzon a témával, a fejlesztés hogyanjával és a megvalósulás ütemével is. Környezetvédelemmel kapcsolatos témák is felmerültek a közgyűlésen, a jobbikos Adorján Béla a térségi folyók szennyezéséről és a Vásárosnaményi szennyvíztelep állapotáról is beszélt. A befogadó kapacitása tehát idejét múlta, elavult. Ezt bővíteni kell, ugyanakkor a technikai eszközöket is fel kell újítani. Az ott szolgáltat teljesítő munkatársak, akik a TRV-nél szakemberként jelen vannak, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kifolyó víz határértékeken belül maradjon, de az ő munkájukat muszáj azzal segíteni, hogy rendelkezésükre bocsátjuk azt a mintegy 1 milliárd forintos fejlesztésre való összeget, amivel teljesen egy rekonstrukciót lehet végrehajtani a szennyvíztisztítóra. A témával kapcsolatosan a vásárosnaményi polgármester Filip Sándor adott tájékoztatást. A Jándon lévő szennyvízhálózati rendszer kiépítése, valamint a Gergely-Ugornyai városrészen lévő szennyvíztisztító telep ügye az NFP által folyamatban van. A másik pedig, amelyről ugye mostanában az elmúlt fél évben nagyon sokat hallhattunk, ez a Vásárosnaménytól Kisfalsány irányába eső szennyvíztisztító telep, amely kapcsán már a nyár folyamán is rengeteg egyeztetés zajlott a katasztrófavédelem az érintett önkormányzatok és szakhatóságok által. Mindent megtettek a rendszerek azért, hogy lehetőség szerint az értékhatáron belül tartsák azon szennyeződési formákat és azon károsanyagokat, amelyeknek értékhatáron belül kell, hogy legyenek. Ez meg is történt. Megjegyzem, közel sem volt akkora gond, mint amiről a média szólhatott. A képviselők többek között a regionális fejlesztési ügynökség, a regionális energiaügynökség és a Kölcsei Televízió 2016-os beszámolóját is elfogadták, valamint döntésükkel az OTP Bank NRT-vel partnerségi megállapodás megkötését alapozták meg. A bank a későbbiekben az uniós fejlesztésekhez biztosíthat hitelforrás az önkormányzatoknak és vállalkozásoknak.